Üdvözlet mindenkinek! 2018. december 21-én ez lesz az új világrend hírek röviden az Infobubble csatornán. Biztos vagyok benne, hogy a téma, ami mindenkit legjobban foglalkoztat, az a tüntetés sorozat, mint Magyarországon, mind úgy tűnik, hogy Európa szerte. Most már mondhatjuk azt, hogy számos videó készült erről a témáról, és azt hiszem, hogy én világosan kifejtettem a véleményemet, de nézzük meg, hogy hogyan alakulnak az események az elmúlt néhány napban. Ez az index.hu és arról írnak, hogy országszerte és külföldön is folytatódtak a tüntetések az orbán kormány ellen. Ezek szerdai hírek arról beszélnek, hogy Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán és vácott is összegyűltek a kormány elleni tüntetők, megpróbáltam már számtalan szor elmagyarázni azt, hogy hogyan is működik a világ, és hogyan is működik tulajdonképpen a nagy színház. Sajnos az emberiség nagy része ezekhez az emberekhez hasonló tudatlanságban éli le az egész életét. Tudatlanságon azt értem, hogy nincsenek tisztában a valósággal, azzal, ami körülöttük zajlik. Ezek itt arról beszélnek, hogy szeretnék megváltoztatni a médiát, és azt szeretnék, hogyha ezen túl valós tájékoztatásokat láthatnának a sajtóban és a média különböző formáiban. Én nem is hibáztatom őket, nem is nézem le ezeket az embereket, hiszen mindannyian egykor ehhez hasonlók voltunk. Ez természetesen nagy részt azoknak az átnevelő és programozó központoknak köszönhető, amelyeket az oktatási rendszer üzemelte. Mindannyian megszülettünk, és aztán letöltöttük ezt az operációs rendszert az elménkbe, és hosszú-hosszú évekig, évtizedekig ezek alapján üzemeltünk. A titok természetesen az, hogy korán kell elkezdeni, mint minden mást. Minél korábban kezd el az ember foglalkozni valamivel, annál nagyszerűbb lesz abban. Ezt fölismerték természetesen azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, ezért kezdődik a programozás már 3-4 éves korban. Ez folytatódik utána az általános, majd középiskolában, a felsőoktatási intézményekben, sőt napjaimban már felnőtt oktatás is van, ahol a droidok mindig letölthetik a megfelelő operációs rendszernek a legfrissebb verzióit, hogy képesek legyenek funkcionálni az álomvilágban. Ezért van az, hogy a mérce képviselői azt gondolják, hogy majd ők képesek lesznek megváltoztatni azt a rendszert, amely évszázadok óta hazudik nekünk, és az életünk minden egyes elemét uralja és tökéletesen irányítása alatt tartja. Az, hogy milyen súlyos a helyzet, nagyszerűen látható ebben a videóban, ugyanis házán mínusz 7 vagy mínusz 8 fok volt tegnap este, ennek ellenére tömegek kivonultak az utcára. Most az, hogy ezek az emberek fizetést kapnak ezért, vagy csak egyszerűen ennyire tudatlanok és ostobák, azt nem tudom. De az tény, hogy ha valaki mínusz 8 fokban az utcán áll azért, hogy megváltoztasson egy rendszert, ami évszázadok óta problémamentesen működik, akkor ott nagy a baj. Pontosan mekkora is a baj, azt mindenki döntse el magában, de Bécsben, Stuttgartban, Edinburghban, Párizsban, Varsóban is szerveztek tiltakozásokat, és demonstráltak Glasgowban is. Ez ugye a Glasgow dolog, amit itt láthatunk a képen, Bécs néhány felvétel. Ha jól értelmezem a dolgot, akkor általában valamiféle pártok állnak ezek megmozdulások mögött. A Bécsit például a Momentum szervezte, de az MSP t is láttam, szóval a helyzet az, amit elmondtam korábban. Az embereket úgy irányítják, ahogyan a juhász irányítja a birkanyája. A pártrendszert azért találták ki, hogy egyszerűbb legyen a nyájat terelni. Túl sok a birka, ezért fel kellett osztani csoportokra az egész országot, hogy mindenki megtalálja a saját csoportját, és aztán tudja követni azt a vezetőt, akit azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, kirendelnek. Teljesen mindegy, hogy miről van szó a Fidesz, a Momentum, vagy bármi. A lényeg az, hogy a nyájat egyszerűbb legyen irányítani. Ez az, ami történik. Az évek során én igyekeztem megértetni mindenkivel azt, hogy a világban nincsenek véletlenszerűen történő dolgok legalábbis a hivatalosan megtörtént dolgok között nincsenek. Számos szervezet, illetve lehet, hogy számtalan szervezet együtt dolgozik annak érdekében, hogy a világot egyszerűbb legyen irányítani, és ahogy érkezünk feljebb és feljebb a hierarchiában, egyre nagyobb a tudás. Ezt bizonyítja az is, hogy az Európai Parlament elé viszi a magyar tüntetések témáit Sargentini. Arról számol be az Index, hogy a túlóra törvény elleni tiltakozás és a közigazgatási bíróságok felállítása miatt európai parlamenti vitát kezdeményeznek az európai zöldek. A zöldek frakciója kezdeményezte, hogy tartsanak újabb vitát a magyarországi helyzetről az európai parlamentben. Én nem vagyok benne biztos, hogy az emberek nagy része érti azt, hogy miről is szól az európai parlament, meg úgy általánosságába véve ezek a szervezetek de ha valaki figyelt az előző három perce, akkor szerintem megértette. Az Európai Parlament úgy általában a politika nem más, mint egy színház. Az álomvilág része. Ugyanúgy, ahogy a gyerekek elmennek Disneylandbe vagy a játszótérre, a felnőttek nézik a tévét, hiszen ez az ő álomviláguk. Fel lehet fedezni még egy hasonlóságot egyébként a gyermekek és a felnőttek álomvilága között az pedig az, hogy a gyerekekhez hasonlóan a felnőttek is úgy tesznek, mintha az lenne a valóság, annak ellenére, hogy legbelül mindenki tudja, hogy ez nem így van. És egy nap majd szembe kell nézni az igazsággal. Erről már volt szó korábban, de még egyszer megmutatom hát, ha valaki esetleg lemaradt arról. Aki nem olvasta még 1984 című regény George Orwell-től, annak azt javaslom, hogy mindenképpen szálljon rá valamennyi időt. Double Speak egyébként kettős beszédet jelent magyarul nagyjából. Ez az a fajta nyelvezet, amelyik elrejt, eltakar, eltorzít, illetve megfordít bizonyos szavak jelentését. Vagy egyszerűen csak olyan szinonímákat keres a szavakhoz, amelyek jobban szolgálják a beszélőnek a célját. Szintén jellemző a kettős beszédre a kétértelműség, az, hogy szándékosan félreérthetően fogalmaz. A kettős beszéd célja alapvetően az igazságnak valamilyen formában való eltitkolása vagy eltorzítása. Wikipédia azt is megjegyzi, hogy ez a kettős beszéd a legszorosabb kapcsolatban a mai politikai nyelvezetével áll. George Orwell, aki egyébként szoros kapcsolatban állt a CIA-val, illetve a brit Tavistock intézménye többek között, ezen intézmények elsődleges feladata egyébként az emberiség programozása és terelése volt. És mind a mai napig az is a megfelelő módszerek kidolgozása, fejlesztése és gyakorlati megvalósítása, melyek segítségével a birkanyáját a legegyszerűbben lehet a kijelölt cél felé elterelni. Azért hasonlít annyira a mai valóságunkhoz Orwell regénye, ami mellesleg 1948-ban íródott, mert ők már akkor tudták, hogy mi lesz a jövő, és ezt közölték is az emberiséggel. A kettős gondolkodás szintén megjelenik ebben a műben, ez a kettős gondolkodás az, amiről beszéltem az előbb. Többek között persze ez egyébként az emberek életében nap mint nap, szerintem percről percre jelen van. Egy másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, az pedig a newspeak, ami ugye hírbeszédet jelent, ez pedig kifejezetten az a zsargon, amit használnak a médiában a hírek közlésére. Tudom, hogy úgy tűnik, mintha megakadt volna a lemez, és mindig újra és újra ugyanazt mondanám el, de ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A hírek az hazugság, és a filmek a szórakoztatóipar az, ami elmondja nekünk a valóságot. Ezt a világot az ellenség uralja, a hazugság adja. Ezért minden a fejetetei át. ezért néz ki úgy a világ, ahogyan ez kinéz. Ennek az alapvető ténynek a megértése nélkül lehetetlen a világban eligazodni. Ezért van akkor a káosz az emberek elméjében. Ritka az, hogy én egyetértek a világgal, vagy egy idézetet használnék a világból, azonban ezt mindenképpen meg kell említenem. Az ellenség legnagyobb trükkje az volt, hogy elítette a világgal, hogy ő nem létezik. És mindeközben az egész világot a háttérből irányította a történelem során. Tisztában vagyok azzal, hogy az igazság az egy keserű pirula, de ezt le kell nyelni ahhoz, hogy az ember meg tudjon gyógyulni. Azonban, ha egyszer beveszi az ember, akkor azután a jelek, a nevek, a számok, a színek. Mindenhol feltűnnek, azután már az ember nem lesz képes nem látni ezt, és akkor rá fog döbbenni arra, hogy ez mind végig ott volt a szem előtt, csak valami oknál fogva nem látta ezt. Ekkor majd világos lesz az, amiről itt próbálok beszélni. Mindegy, hogy Amerika vagy Magyarország, a dollár vagy a forint, szórakoztatóipar vagy politika. A dolgok azért működnek olyan olajozottan, mert az információ és a terv egy forrásból érkezik. Tisztában vagyok vele, hogy kicsi eltávolodtunk a tüntetésektől, de úgy gondolom, hogy minden apró részlet segíthet valakinek megérteni a nagy képet. Az Európai Parlament ugyanúgy, ahogyan a politika és annak minden egyes ága, az oktatás, a szórakoztatóipar vagy éppen a tudomány a megtévesztés része és a nagy színházi előadás része. Azt az információt mutatják meg nekünk és közlik velünk, amit akarnak, hogy tudjuk. Így tehát egyértelmű kellene, hogy legyen mindenki számára, hogy a hivatalos állásban nem más, mint a hazugság. Amikor azt látja valaki, hogy Ausztriától Franciaországig érnek a napokban az Orbán ellenes tüntetések, akkor biztos lehet benne, hogy ennek valamiféle jelentősége van, és az egyáltalán nem az, hogy mi majd most meg fogjuk változtatni az országot, meg az egész világot. Gondolkozzon el rajta mindenki, hogy vajon hogyan segíti ez azt a törekvést, amit az elit próbál véghez vinni az elmúlt évszázadok vagy év során. És vajon mi is az a törekvés, amelyet ő jóvá hagyott? Aki számára ez nem világos, ez az egy dollárosnak az egyik oldalán található jel vagy szimbólum. Ez az úgynevezett mindent látó szem, amit valószínűleg mindenki ismer. Úgyhogy ez nem egy összeesküvés elmélet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy összeesküvés, máskülönben hogy kerülhetett volna ez a szimbólum az egy dollárosra? Próbáljon meg mindenki elgondolkodni, aki nem érti ezt az egészet egyelőre, azon, de tényleg próbáljon meg, hogy mi keresnivalója van ennek az okolt szimbólumnak az egy dollárosa, amely mellesleg a leggyakoribb bankcímlet a világot. És vajon mi köze van ennek ahhoz, hogy a rabszolgatörvény és a kormány ellen Budapesten demonstrálók melletti szimpátia tüntetések lesznek a napokban Európa szerte, és fél tucatnál is több ilyen akció várható. Stuttgart, Hága, Edinburgh, Zürich, Bern, München, Bécs, Párizs. Mi is lehet az a törekvés, ami azt okozza, hogy Bécsben, Budapesten és Rómában összecsengenek a tüntetések? Próbálj meg mindenki szépen kitalálni, hogy mi is lehet az a törekvés, amelyet ő, a mindent látó szem, jóvá hagyott. Annuit, Coeptis ugyanis azt jelenti jóváhagyta hagyta törekvéseinket. Ha már az érdekességeknél tartunk, mert úgy tűnik, hogy ezek a videók semmi másból nem állnak, mint érdekességekből és összeesküvésekből, meg véletlenekből, akkor vajon mit keres egy idézett Vergilius Énász című művéből egy állítólag református vagy protestáns ország bankjegyén? A noid Coeptis egyébként egy részlet a Scanius imájából, mely pontosan úgy szól, hogy a hatalmas Jupiter jóvá hagyja a merész törekvéseket. Mi is lehetett az a merész törekvés, amelyet 1776-ban a hatalmas Jupiter jóvá hagyott? Ezt is elárulják nekünk, mert tudják, hogy már mindegy. Már 1776-ban mindegy volt, ezért merték rárakni az egy dollárosra ezt a jele. Ez egyébként az Egyesült Államok nagy pecsétje tehát a sorsunk már 1776-ban megpecsételődött, ugyanis a nagy Jupiter jóvá hagyta a merész törekvést. Mi volt ez a merész törekvés? Ezt is elmondták már számtalanszor. A new world order can emerge. A new era. A new world order can emerge. A new era. A new world order can emerge. A new era a korszakoknak egy új rendje. Novos Ordo Seclorum, ahogyan George Bush fogalmazott New World Order. Új világrend. Ez volt az a merész törekvés, amit 1776-ban már a hatalmas Jupiter jóváhagyott. Jupiter, Zeus, teljesen mindegy ki, minek hívja. Isten, Jézus, egy és ugyanaz. A nagy kígyó a sárkány, aki megtéveszti az egész világot. Hásatán. Az, aki önmagát Istenként jeleníti meg, eltörli a teremtő törvényeit, és egy új világrendet teremt a régi romjain. Ennek a folyamatnak a végkifejletét láthatjuk itt. Ezért mondja azt Lévai Rihárd, hogy megváltozott a világ. Ugyanis az emberek a közösségi média segítségével tájékozódnak, hiszen az mindenhol jelen van, és gyakorlatilag pillanatnyi pontossággal tájékozódhatnak az emberek arról, hogy mi is történik a világban. Ezért sokkal egyszerűbb manipulálni, befolyásolni és programozni az embereket ezen technológia segítségével. Ez az, ami történik ma. Meggyőződésem, hogy az emberek 90%-ának fogalma sincs arról, hogy mi is a rabszolgatörvény. De nem is fontos, az emberek felállnak, felsorakoznak szlogenek mögé. Eger, Vác, Bécs, Budapest, München, teljesen mindegy. Az, ami történik ma a világban, el fog minket vezetni szépen oda, hogy az a merész vállalkozás, amit a nagy Jupiter jóvá hagyott, a Novus Ordo vagy az új világrend szépen lassan a szemünk láttára, meg fog valósulni. De hogy pontosabban fejezzem ki magam, nem is az, hogy meg fog valósulni, hanem mindenki számára világossá fog válni. Elég egy pillantást is vetni arra, hogy mik ezeknek a tiltakozóknak a követelései, hogy megértsük, hogy ez csak egy színház, és az, amit az emberek követelnek, ahogyan hozzáállnak a dolgokhoz, az gyerekes. A túlóra törvény visszavonása, a rendőri túlórák csökkentése, bíróságok függetlenségének visszaállítása, valamint szabad, kiegyensúlyozott közmédia. Egy gyerek az, aki előáll ilyen követelésekkel. Egy óvodás az, aki azt kéri a télapótól, hogy ne legyenek többé beteg gyerekek vagy éhezés a világon. Csak egy szépség királynő választáson hangzanak el olyan mondatok, hogy egy jobb világot akarok, ahol háborúk nincsenek, ahol senki nem éhezik, és akkor mindenki békében és boldogságban él. Gondolja már bele mindenki abba, hogy azok az emberek, akik évszázadokon, év ezredeken át irányították a világot, akik nyomtatják a pénzt, irányítják a bankrendszert, a médiát, az ipart, a mezőgazdaságot, az oktatást, a tudományt, a politikát, emellett természetesen a szórakoztatóipart, ezek az emberek meg fognak ijedni néhány kócerájtól, aki kimegy az utcára, és azt követeli, hogy független bíróságok legyenek mostantól, meg szabad kiegyensúlyozott közmédia, azok az emberek, akik fizetik a rendőröket, akik azért kapják a fizetésüket, hogy tartsák a rendet, a rendszert vigyázzák azoktól, akik esetleg a rendszert meg akarják dönteni. Vagy a katonaságot, vagy a pedagógusokat, vagy a tűzoltókat, a mentőket, a közalkalmazottakat, a közmédiát, a bíróságokat, a törvényhozást. Érthető, hogy miért mondom azt, hogy egy álomvilágban él az emberiség túlnyomó többsége? Egy gyerek az, aki előáll ilyen követelésekkel, vagy ilyen kívánságokkal. Ezt a rendszert nem lehet megváltoztatni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszer elhiteti az emberekkel, hogy meg lehet változtatni annak érdekében, hogy azt a merész törekvést, amit ők kitűztek év ezredekkel ezelőtt, azt a merész törekvést, amit 1776-ban a hatalmas Isten jóvá hagyott nekik, ezt az új világrendet létre tudják hozni. Szükség van a káoszra annak érdekében, hogy annak a rómjaiból fel tudjon épülni az új világrend. Ordo ab keo. Rend a káoszba. Úgy, ahogyan azt a szabad tanítja. Ez például egy francia legfelsőbb tanácsnak az egyik kézikönyve Ordo Ab azaz Rend a Káoszból, a szabad egyik legismertebb elmondata. Milliós károkat okoztak a tüntetések a parlament épületén, hír tévé számol be erről. Több milliós kár keletkezett a hét tüntetései nyomán a parlament épületében és a Kossuth-Lajos téren, az országgyűlés sajtófőnöke szerint. A demonstrálók betörtek két ólom és több üvegablakot, a fő lépcsőt több helyen festégekkel lefújták, szerda hajnalra pedig a kosút szobrot is leöntötték. 15 rendőrt megsebesítettek, és a kormány elfogadhatatlanak tartja az erőszak minden formáját. Szánkóval dobálták meg a rendőröket, szemetes kukákat gyújtottak fel, és közlekedési táblákat téptek ki a helyükről. Azért, mert ez a működési elvük, ezért láthatjuk ugyanezt a folyamatot, ezt a ciklust megismétlődni a történelem folyamán. Minden birodalomnak volt egy virágzási ideje és volt egy hanyatlása. Ez a birodalom, amelyben mi élünk, Amerika és az angol száz gyarmatbirodalom most érkezett el a végéhez. A nemzetek kora lejárt és beköszöntött a Novos Ordo Seclorum ideje. Ez pedig nem más, mint az új világrend amelyet a hatalmas Isten jóvá hagyott. A világunk hazugságokon alapszik, hazugságokra épül, és ez a hazugság az, ami táplálja azt a szellemiséget, azt a szellemet, ami irányítja az egész világot. Természetes az, hogy a pusztulás, a halál és a szenvedés fontos, de a háttérben a hazugság az, ami az egész rendszert működteti, hiszen a hazugságnak az atya az, aki irányítja a világot. Ezért történik ez a rengeteg hoax. Ezért van ez a rengeteg hazugság. Egy álomvilágot építenek fel az emberek számára, hiszen onnantól kezdve minden, amit az emberek mondanak, gondolnak, amiről beszélnek, ami foglalkoztatja az elméjüket, hazugság lesz. Hogy nem világos az, hogy ez az egész egy színjáték, és hogy ezek az emberek színészek, koreografált jelenetek, és egy előadás az, amit látunk, az egy rejtés számomra. Minden hazugság, ami a hivatalos álláspont kivétel nélkül minden. Hogy miért? Hát azért, amit elmagyaráztam az előző több tucat videóban. Mert ez az az erő, ami lehetővé teszi a hazugság atyának, hogy irányítsa a világot. Természetes, hogy nem mindenki van tisztában száz százalékig azzal, hogy mi történik, az biztos, hogy tudják, hogy hazudnak valamilyen szinten. Mindenki megindokolja ezt magának ezzel vagy azzal az ürügyjel. Én nem hibáztatom ezeket az embereket, sőt, engem nem érdekelnek ezek az emberek. Engem a kezdetektől fogva egy dolog érdekelt, az pedig az igazságnak a kiderítése, és mikor kiderült, akkor az az volt, hogy ezt minél több emberhez eljuttassam, annak érdekében, hogy mindenkinek legyen legalább egy esélye arra, hogy a legfontosabb döntéseket az életében a valóságra, az igazságra alapozva hozza meg. A trükk az, hogy a világ a hazugságot erőlteti, és az emberek a döntéseiket hazugságra alapozzák, így a végelszámolásnál, így vagy úgy, de rossz oldalon fognak állni, mert nem lehet jó döntés hozni, csak az igazság ismeretében. A legnagyszerűbb az egészben az, hogy nem kell harcolni, tüntetni, petíciót benyújtatni, görcsölni, vagy az utcára vonulni. Hátra lehet dőlni, és csak egyszerűen nézni a színjátékot. Mindaddig, amíg mi. A döntéseinket az igazságra alapozva hozzuk meg. Az igazság pedig az, hogy létezik egy teremtő, hogy neki van egy rendszere, amit ő elfogad, és bármi más, ami azon kívül van, azt nem fogja elfogadni a végén. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy megkeresni, mi az, ami neki tetszik, ami neki örömet okoz, amit ő elfogadni a végén, és alázattal és engedelmesen azt kell csinálni. Hagyni a világot, hogy azt csináljon, amit ő akar és mindazok, akik azt az utat választják. Érthető most már többek számára, hogy hogyan is lesz ebből a káoszból egy Novus Ordo Seclorum? Hogy mi is az, amit az elit csinál, hogy mi a célja ezeknek a tüntetéseknek, a rombolásnak, a háborúnak, az éhénységnek, a globális felmelegedésnek, az erdőtűznek, az asszálynak, a hurikánnak, a tájfunnak? Remélem, hogy igen, és remélem, hogy egyre többek számára világos, hogy mi az, ami történik. Ezért mondom azt hogy mindenki, aki részt vesz a káosz okozásában, az hozzájárul végső soron a Novos Ordo Seclorum megalakulásához. Köszönöm mindenkinek a figyelemért, remélem hasznosnak találtátok a videót. Ez volt az új világrend hírek röviden 2018. december 21-én az Infobubble csatornán. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!